Folyamatosan egész nap dolgoznak a fűnyíró traktorok és a kaszások szekszárdon. Nincs könnyű dolguk, mert az elmúlt időszak esőzései miatt a növényzet gyorsabban nő a szokásosnál. Ráadásul a feladatot az idei évtől végzi csak az önkormányzat, és még nem sikerült minden álláshelyet feltölteniük. A megyei jogú város főkertésze azt mondja, a helyiek is segíthetik a munkájukat. A szekszárd hivatalos Facebook oldalán a több mint jóboron követik a napi jelentést azzal kapcsolatban, hogy éppen hol dolgoznak, és az autóikkal elállnak azokról a területekről. Én javasolnám azt, hogy a város honlapján napi rendszerességgel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adott napon hol fogunk dolgozni. Sőt, abból kiderülhet, hogy milyen jellegű kasszálás, tehát nagygépes, damilos kasszálás történik. Szekszárd alpolgármester azt mondja, a cél, hogy a munka jelentősen felgyorsuljon, ehhez pedig gépeket is vesznek majd. Eszközöknek a beszerzésében van egy kis csúszás, itt a közbeszerzés nagyon-nagyon lassan halad. Most a munkálatok már az egyéb területeken rendelkezésre álló gépek lettek összevonva, 4 traktoros kaszak és 6 darab kézikasza dolgozik folyamatosan. Szekszárdon 1 millió négyzetméternyi zöld felület van, ekkora területen nyírják most túlórában a munkások a füvet.